Sziasztok! A Bozsok és Botfa közötti Páfrányok útja túraútvonalon haladva találhatjátok meg. Itt az erdő közepén a Hidegkúti pihenőt. Körbenéztek, akkor láthattok egy esőbeállót, néhány padot, asztalt, egy régen a közelben állt és most felújított keresztet, és egy Mária kegyszobrot is. Hogyha lefele megyünk a kiépített lépcsőkön, akkor pedig már hamarosan nem csak a szobor látszik, hanem a közelben az a Hidegkúti forrás is, amiről majd külön is fogok szólni nektek. Egy nagyon igényes helyet tudtunk kialakítani, biztos, hogy nagyon népszerű lesz a túrázók körében, akár egy kisebb fajta búcsújáróhely is lehet belőle, és hát itt az erdő kellős közepén olyan nyugalomra tud lelni az ember, ahol egy kicsit feltöltődik, ahol megismeri a természet szépségeit, és ahol ide legyalogolva a Hidegkúti forráshoz egy kisebb fajta csodát láthat, hiszen a város első írásos említésének a 775. évfordulójára készítettük el ezt az egykor is meglévő forrást, és azt hiszem, hogy nagyon népszerű az emberek körében, sokan. Én bízom benne, hogy majd ti is meg fogjátok nézni, mert érdemes erre eljönni egyszer.